Na csácsom, hogy sötészt a csokoládét, szavaztak gyerekek, kipör visszatért. Volt egy hét kihagyás körülbelül. Aztán már írtatok is, hogy ha hol van, hol vannak a videók, kipör, hát hova tűntél, mi történt veled? Nem mentem el, nem vesztem el, csak egy kicsit be voltunk havazódva, lassan indul majd egy új sorozat, amit imádni fogtok, egy különleges sorozat, egy pár ember már tud róla. De ez tényleg egy iszonyat különleges volt, úgyhogy azzal vesződik a kipör közbe a háttérbe, hogy hihetetlen mennyit kell vele dolgozni. Szóval nincsen elvesztegetett idő, csak kicsit sokáig tartanak a dolgok, meg a háttérbe történnek különböző érdekességek. Hatalmas nagy meglepetés lesz egyébként ez a sorozat. Hát tényleg egy-két embernek nem, mert egy-két ember már tudja, hogy mégis miről van szó. Ebbe belefér? Na, ugye az a helyzet, hogy akkor keressük tovább a pénzt. Hát az előző videót ugye live-ba okoztuk meg. Volt is fönnforgás egy csomó, például mit csináltunk? Ja, például ugye vonat elütötte a izét, a zifát, a pótot meg kell javítani. A Rábos Tiger még mindig benn van a izébe, javítóműhelybe. Csomó pénzt elcsesztünk ugye a javításra, szóval voltak itt érdekességek. Na most egyelőre, jó, és új kombájnunk van, ugye 2 darab ilyen kombájnunk van. Forsítunk, meg most már van egy klasszunk, úgyhogy csodálatos dolgok történtek. Erre tudok átmenni, ugye? Erre tudok átmenni? Várjátok, nézzük egy térképet, mert tényleg már, ja erre, hogyne erre tudnék. Tök jó. Henteshez lehet érdekesen vinni az árut, de nincsen mit gyerekek. Ja, pénzkeresés van 1000-rel, aztán várjuk úgy ugye, hogy a repce beérjem. Van nekem egy olyan emberkém, képzeljétek, aki mindig szokja csinálni azt, amit én, és mondta, hogy baromi nagy árrész szokott lenni a repcébe. Hogyha ugye akciósan veszik, tehát emelt áron, akkor marhára megéri eladni, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne nekünk a repcét majd betárolni. Úgyhogy valószínű azt fogjuk csinálni, és meg fogjuk várni, hogy akciós legyen, és akkor megpróbáljuk eladni, mint az őrült, az összeset, oké? Úgyhogy erre lehet számítani. A kukoricát még egyelőre nem úgy csináljuk, viszont a repcét akkor valószínű, hogy úgy fogjuk csinálni. Egyébként azt tudjátok, hogy föl lehet kapcsolni ezen a mapon azt a betyár. Ne sérüljél, Dick. Nem sérült meg, ugye? Nem sérült meg. De hallod, hallod, hogy sikerült ide beraknom? Ne szívassál, hallod? Előre lehet menni, ott a sövényen átmegy, jó, átmegy. Na, azt akartam mondani, hogy fel lehet kapcsolni a lámpát, ugye a faluba. Azt nem tudom, hogy eszi-e a pénzünket, úgyhogy majd figyeljétek ezerre. Például 582, 580, nem egy olyan gyorsan múlik most. Most múlik pontosan. Nem itt kell felkapcsolni? Álljál meg. Itt nem lehet felkapcsolni. Valamelyik ez egy kandellábernél egyébként föl lehet kapcsolni, de hát akkor nem itt. Na, akkor igen, van egy olyan emberke, aki képzeljétek el szokja csinálni, és ő mindig így mondja, hogy kb. Mit érdemes, hogy érdemes, meg ő leteszteli azokat a dolgokat, amiket én amúgy fogok csinálni. Úgyhogy azt lehet, hogy azt fogjuk csinálni, és kacog, hogy akkor a repcét azt betároljuk. Egy kicsit ugye ülni kell rajt, kell a pénz mindenre, de lehet, hogy érdemes lesz akkor betárolni. Na, várjatok ide, ugye ezelőtt úgy kellett, csináltuk, hogy betolattunk, hát megpróbáljuk egy másik megoldással. Megpróbáljuk teljesen így behúzni. Aztán akkor meg utána ki. Na. Ja, csak ne, nem lesz jó. Ugye másik oldalra billent? Baj lesz ebből? Nem, jó. Oké, pont jó oldalra billent. Jó van, gyerekek. Igen, most akkor csináljuk a kukorica aratást éjszaka, és reggel ránézzünk, hogy a repce az hogy áll. Ugye a repcés kombájnunk az egy darab van. Egy klassz dominátor. Viszont ja, azért fáj a fogam még egy klassz dominátorra, csak ugye az 200 000-be fáj. Viszont ugye van egy ilyen advanced verziója, meg van egy nem advanced verziója. Nekünk ugye az advanced van, amit baromi nehéz irányítani. Írtátok is, hogy cseréljem le, valószínűleg le fogjuk cserélni, de egyelőre nem szükséges, mert úgyis gépi... Ha mi a szar? Miért nem akad be lámpa, hallod? Ja, mert lehet, hogy munkásunk már egyszer fölkapcsolta. Azért recentük meg, amikor erre jöttünk. Ugye, mert a munkás is alapba fölkapcsolja, gondolom, akkor ő leolvasztott a paksot nekünk ezerre. Na, hogy áll a kukorica? Ja, amire visszaérünk, arra jó van, tellenek.
De várja, az egyik az izé... Mind a kettő megy, ja mind a kettő megy. Majdnem azt mondtam, hogy a harmadik meg nem megy, de hát nincs harmadik. Közben hadd nézzek meg valamit. Ugye itt egyszerűbb megnézni, hogy hogy érik befele, vagy hogyan növekszik, betakarításra kész. Figyelj, betakarításra kész gyerekek, majdnem minden. Itt ezeken a sarkokon nem. És ez a föld, ez még mindig növekszik. Szóval ennek neki tudnánk állítani majd. Jó, jó, jó is lesz, jó is lesz. A betakarításra kész. Nekem mondtátok egy olyat, hogy a legdurvábban van betakarításra készen, ugye három szín van, halványzöld, középzöld, meg sötét, akkor még nagyobb a hozom. Hát arra kíváncsi lennék. Nem vagyok benne annyira biztos, de hiszek nektek. Lehet, hogy akkor megvárjuk azt. Jó. Tépjünk visszafele ezerrel. Micsoda zöld üvege van ennek, ilyen izé. Arnyi, Ventomon volt ilyen. Nem a Ventomon volt ilyen. Min volt ilyen? Golfomon volt ilyen. Hogy a felső rész egy zöldes beütésű volt, azt minden ilyen zöld volt. Jelző, minek nevezik? Jelző lámpa is izé volt. Ha piros volt, akkor is zöld volt. Mindenképpen. Jó, annyira nem ám, de hasonlóan volt. Jó. De egyébként... Oké. Okay. Oké. Hát le is ürittem őket, az közben meg akkor átnézek a másik földre. Neki is állíthatnám éjszaka is a kombányt aratni, mert miért nem? De, látjátok, ez mekkora van ebből vissza. Egyébként egész jól haladunk ám. Meglepően jól haladunk, szerintem minimum felét már levágtuk ennek a földnek. 51 ezer pénzünk van, ugye az a baj, hogy olyan havadást mond gyerekek. Havadást mond! És akkor nem fogok tudni izélni, nem fogok tudni aratni. Jaj. Hát erre megfeledkeztem, hogy ugye én pörgetem az időt folyamatosan, mindegy, valamit majd kitalálunk rá gyerekek. Akkor más csinálunk, de pont éjszaka van. Hát mondjuk lehetne azt is csinálnom, hogy beordok minden gépet, amik ugye nem kellenek, TMK-ztatni, akkor csinálhatunk egy olyan részt, hogyha beindul a havazás, akkor azt csináljuk srácok, jó? Hogy akkor ne az legyen, hogy állni kelljen csak. Hanem akkor... Mindenhol le van vágva, basszus. Nagyon durva egyébként, nagyon jól dolgoznak. Egyébként autó kombány mód az eszméletlen jó ebben a játékban. Ez nagyon el van találva. Az autó traktor mód az kaki, de az autó kombány mód az jó. Oké, ezt még leürítem, azt hadd menjenek körbe-körbe, majd rájuk nézek. És akkor szerintem lehet, hogy csinálok egy olyat, hogy behordom a gépeket. Egy kis izébe, egy kis TMK-zásra. Most ugye van egy kis plusz pénzük. Össze tudjuk őket izélni, mókolni. Jó, menjünk odébb. Oké. Na, ez ugye ez itt marad. Ezzel fogunk aratni. Ez nagyon jó. Az a része még nincs beérve, ahol ott látjátok sárgul. Ez a traktor. Most azon gondolkozok, mennyire kell nekem, vagy mennyire nem kell. 19%-ra. Hát lehet, hogy nem kéne behordanom, hanem itt valami telep helyet megcsinálni magamnak. Egy olyan részt, amelyik... Most ezen elgondolkoztam, na kapcsoljunk egy lámpit. Mondjuk itt, ahol levágtam ezt a részt. Ezt használni ilyen izének, ilyen, hát mondjuk úgy, hogy telephelynek. Igen, lámpa. Itt nincsen hátsó munka lámpa, jaj, de pedig aztán van, látjátok ott te. Na, elmegyünk, akkor ezt te viszont oda. Összeszedem a gépeket, meg kihozom a ízét, Steigert is. Azt sincs kér, ugye össze kéne kapnom a olyan gépeket, amik vannak. Nekünk itt fogjuk őket használni. Pillanat, erdészeti gép. Ezzel hol vagyunk? Hát ezzel jó elkeveredtem ezzel. Hát ez nem a legjobb. Mit keresünk ezzel itt lent? Mit csináltunk itt, gyerekek? Mit csináltam ezzel a géppel itt? Ja, itt van egy kidöntött fa, igen, amivel szenvedtünk, ugye? Jó, hát azt hagyom a fenébe. Akkor ez is mehet oda föl. Nem kell nekünk itt lent. Közben figyeljük, hogy hát ugye most nem annyira telnek a izék. Kombájnok. Viszont ugye a kombájnokat is fel kellene majd hoznom a felső szintre. Vagyis a felső táblára, mert az egy darab klassz az nem fogja bírni. Viszont a kettő ízét, hogyha learadta a kukoricát, akkor lehetne azt csinálnom. Itt át tudok menni, ugye itt okosba. Itt jó lenne átmenni, akkor nem kéne ennyit kerülnem. Ó. Oh. Úgy.
Na, hogy itt érünk ki, ugye azt itt a Washington át tudunk menni. A kettő combine-t eladhatnám, a kettő forsit, tehát az vehetnék egy class dominátort. Hogyha végeznek a izék, és akkor a klasszal azért ellennék egy darabig, kettő vagy három klasszal. Akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogyha a forsitek végeznek a izével, kukoricaföldel, akkor igen, nincs harampó, úgyhogy óvatosba. Akkor azt csináljuk, hogy eladjuk mind a kettőt, mindenestől, szakompak. Azt akkor veszünk izét, veszünk kettő, vagy egy dominátort kapásból, meg ugye akkor még egyet. Na, az úgy szerintem babás lenne. Jó, ez lesz akkor a terv. Ez az aktuális terv, amit meg kellene csinálni. Ugye most már mindenképpen le kell aratnom a repcét. Azzal már nem tudok mit csinálni, nincs permetezve. És a repce árából szerintem kijönne akkor egy helikopter. És akkor majdnem ott vagyunk, hogy egész kellemes minden. Na, Rábát is ki kéne vonszolnom. Nem tudom, hol van a vetője. Hova francba raktam? Nem tudtok róla valamit? Hol lehet a vető? Refivel megyünk. Jó, kiviszom a Rábát is ugyanúgy. Egy helyen legyen minden úgy nagyjából, ha már egyszer. Itt milyen gépek vannak benne a telepen? Szerintem semmi, ugye? Csak a vágóasztalok. A klassz, vagy az forsít vágóasztalok, azokat is el kell nyomnom. Úgyhogy ez így jó lesz. Jó, hát pénzt keresünk, gyerekek. Azon filózok, itt át lehetett menni keresztben. Majd a földes út is talán pont oda visz. Nem megyünk földes útnak, jó? Oké, tervek megvannak. Hát azzal a földdel kéne végezni, akkor úgy még haladósabb. Jó, egyébként egész jó a gépparkom. Ugye félmillióért lesz beragva az a helikopter, azzal fogok tudni utána permetezni. Mással most egyelőre még nem akarok permetezni, meg úgyis. Szerintem kb. Félmilliót azokból a földekből, repcéből ki fogok hozni, főleg ha emeltárba fogom eladni. Csak attól félek, hogyha elkezdem emeltárba eladni, akkor nem az fog történni. És kacak, oda nézzél, micsoda izeg vannak itt. Hublancsok. Elmenjünk itt alatta? Szerintem erre is jó lesz. Egyébként itt mit mutat? Itt van valahol izé. Benzinkutat mutat itt, de mi a szar? Ott hol van itt hol van itt töltőállomás? Hallod, itt izét mutat? Valahol üzemanyag töltés lehetőséget. Itt. Most ne haragudjál meg, de itt én marhára nem látok üzemanyag töltés lehetőséget, nem? Ti láttok? Vagy mi a szar van itt? Ez miért mutat üzemanyag töltést? Ha? Ez mi a franc az ott? Itt meg nem is mutatja. Vagy pont rajt vagyok, mi? Nem vágom az mi? Ja, itt nem is mutatná. Nem vágom. Nem értem, hogy ott mit mutat üzemanyag töltést. Valaki tudja? Nem tudom én. Nem jövök rá. Nem várjátok, itt valahogy át kéne mennem, szerintem jobbra az csal. Nem kellett volna erre eljönnöm. Torony irány mindenen keresztül megyünk, mi? Itt már kézed kiaratta le. Én akarok learatni mindent. Itt is egy kicsi kukorica. Egyébként a kukoricákra még a forsiteket ráállíthatnám. Nem ennyi erőve. Miért ne? Jó fele megyek ám. És egy kicsit megkacifántoztam. Ja, ez is már kezd beérni. Úgyhogy, hát ja, úgy terveztem, hogy akkor reggel jól lenne neki járni. Jó, vannak ilyen fotocskák. De összességében nem olyan rossz. Ez a beállítás, hogy hogyan növények elszállása, nem? Növényfejlődés miért lassúra van állítva egyébként? Most az nem az, ne haragudjatok, de most ez tényleg miért? Növények elszállása nem. Na hát akkor legyen már basszus, 100 napig izélek. Na ugye nem tudom, nem pörgethetek bele, úgy beszéltük meg így, mert sose fognak bejönni ezek a dolgok. Ugye nem baj, hogyha gyorsan érik be azzal, én nem veszítek semmit, úgymond. Főleg, ha permetezés helikopterre fog menni. Egyébként nem is tudom, ki írta, hogy a permetezés az lehet, hogy jobb lenne, ha nem helikopterrel menne. Mert ugye az se szélesebben megy. És akkor lehetne traktorral, de ugye azt talán mondtam is neki, nem tudom, hogy melyik ötök volt, hogy viszont a helikopter baromi gyorsan, úgy végig tudsz rajta vele száguldani, tudod, a területen. Meg ugye marha gyorsan kiérsz, nem kell kerülgetni, tök gyors. Ugye nem is tudom, mennyi a vége annak, hát az, meg torony irán tudsz vele közlekedni. Na nézzük,
Volt egy vető valahol. Meg voltak itt ilyen eke, meg ilyen hülyeségek szanaszét. Na várjatok, akkor ürítsük már le, és úgy ez pont jókor jönnek. Ezeket leürítem. Most megnézzük, hát ja. Elkezd izélni, elkezd havazni, akkor rácsúszunk. De tényleg, havazást mutat. Na gyere, nyissad. Egy bugos egy kicsit ez az oldal. Ja. Jó, hát a kukoricából meg lesz annyi. Hát, meg még van kukoricaföld, egyébként van még egy barominek kukoricaföldünk. Ugye ott a birkák alatt egy hatalmas nagy. Azt még esetleg érdemes lenne ledurrantani velük. Hát az is még egy ilyen, tényleg egy ilyen böszme nagy. Még nagyobb mindez, ami vissza van itt. Kimegyek innen, mert meg rossz helyen megáll az a szar, hogyha... Mint a kombány, hogyha nem úgy csinálom. Nem adtuk fel egyébként ezt, ne aggódjatok. És tényleg rengeteg dolgom volt. Lesz majd egy hatalmas projekt, amiben vele fogunk kezdeni. Itt a csatornán. Fú, nem akarom elárulni, úgyhogy tényleg meglepi lesz. De tényleg nagyon durva lesz. És nem az RP, és nem... Fú, mindennél nagyobb egyébként. Mindennél nagyobb. Jó, mehetnek még egy kört, mert 60 valahány százalékon van. És simán még belefér. Ugye most már egy kör nem olyan sokat hoz, mivel egyre kisebb ugye a terület. Egyébként tényleg hamar végzünk. Hát itt, ezt már szívesen nekiállítanám, de még nincsen beérve. Utálom az éjszakákat végigvárni egyébként. Azt megnézem, hogy hol a francba van a izém. Volt egy ez meg mi? Itt vannak? Itt van a vetője. Ennek a fődnek a sarkában. Jó, hát mondjuk ott maradhat is. Kombány. Jó, annyira nincsen szanaszét a dolog. Ezeket kell majd eladnom. Csak ugye, ha beviszem, akkor többet kapnék érte. Ugye? Ja. Hát, hogyha lenne 100 000, akkor bőven kijönne még egy klassz. Hogyha lenne 100 000. 52 000 van, nem olyan. Még egy... ebből a táblából bőven meg lenne. Még egy klassz, csak igazából akkor ezeket a forsiteket nekiállíthatnám még kukoricázni itt ott. Jönne belőle a pénz. Ezt a földet, meg neki kéne állni izélni. Iha. Ugye bazza, nincsen tárcsánk, ugye? Viccelj, nincs is tárcsánk, hallod? Ó, akkor mit akarsz kipe, hülye vagy? Nincs tárcsánk, hallod? Kicsi tárcsáink van. Nézzük meg garázsban mi van, ugye kicsit ritkítottuk a dolgokat. Ez a pót, ez hol a tökönbe van? Komolyan. Aha, ja. Nézzék, nincs tárcsánk. Hallod, ihá tárcsát kell venni, baze. Ja. Ihá tárcsa 5000, tessék, meg is van a pénzünk. Aha, jó, akkor ezt neki is kell állítani. Meg azt tudjuk csinálni nézébe is, hóesésbe. Jó, akkor rába stelgerdik. Induljunk meg. A portkocsimat nem tudom hol hagytam, szerintem nem van a vasúton, ugye? Kicsit itt tüzel összekever. De hol van? Hol van a portkocsink? Ja, itt van az is. Hol van? Ti látjátok? Hát ez itt írja. Ez itt van lenne az a földön biztos. Na mindegy, induljunk el izai rábával. Ja, ott van lenne előttünk, hallod? Pont előttünk van, úgyhogy jó. Oké. Na akkor izai van. Megyünk az IA tárcsájára, megvesszük. Meg kelleni fog. Mert különben nagyon nem fogunk tudni kultizni, ugye. Nem használunk olyan vetőt, amelyik egyből kultizna. Jó, csapassuk neki, gyereken, csapassuk neki. Elmegyünk a izébe. Megvesszük a tárcsát, azt akkor lemegyünk a izébe szembe, oda. Hú, hát ott az lesz a jó pénz. Az lesz a jó pénz, gyerekek. Ez meg már majdnem fullosan be van érve ez a repce. Csak érjébe reggelre, azt akkor tudok veled dolgozni. Bár, hogyha hóestés lesz, akkor nagyon nem mi. Két óra van. Hajnali 2 van, gyerekek. Itt szépen lemegyünk. Régen egyébként azt hittem még gyerekkoromban, hogy akkor van beérve a repce, hogyha virágzik, mert szép sárga. Aztán nagy francokat, ugye. Fordulatszám az a durva, mi? Izé, 2500-abb vagyunk most, aztán gyakorlatilag ennyi a max. Hát ugye nem a dizelnek,
főleg az ilyen nagyobb dízeleknek nem az a, nem az a lényeg, hogy fordulat legyen, hanem az, hogy kis fordulaton és nagy nyomaték. Jó, itt elmegyünk. Jó, hát az IA tárcsát remélem ki tudom hozni, kifér a kapun. Szevasz, kombájnös, mi a helyzet? Jönnek a tikok? Ja, és még egy rábát szerintem nem fogok most bevenni. Hanem igazából ez bőven elég lenne. Szép az a rába, jó van. Sőt, azt kellene csinálnom, hogy kristállal meg nekiállunk vettetni egyből, nem? Hogy szóltok ehhez? Mi a vélemény? Annyi megkötés, engedmény, vagy annyi engedmény lehetne, hogy állíthassam a jézét, hogy milyen gyorsan nő a cucc. Az a baj, hogyha most nekiállok izélni. Nekiállok vetni, akkor ugye nem fogom tudni le. Még nincs meg rá a pénz, de mondjuk akkor ne álljak neki vetni, nem igaz? Nem az... úgy kell beosztanom az időt, hogy jó legyen. Mert ugye ha neki állok vetni, akkor nem lenne... még nincsen... mi az? Permetezőm? Helikopterem? Addig nem tudok permetezni. Úgyhogy ez itt fönnakadás lesz. Ja, és egyébként a többi sorozat is természetesen megy tovább már. Csak egy Keeper tényleg egy kicsit most elmaradt. Ugyanolyan ütemben próbálom őket csinálni, ahogy ugye ki volt írva, hogy melyik napokon mi. Melyik a fősorozat, melyik a nem fősorozat. Gyerünk. Jó, és akkor kukoricát vihetem megint, legalább lesz egy kis pénzünk. Az előbb azt hittem, hogy már pluszba termelem a lóvét, azt nagy francokat. Jó, gyerekek. Hát nem olyan egyszerű az a dolog, úgy látom. Ja, várjatok, tárcsáznom kellene menni, az meg marhára nem erre van, úgyhogy végigmehetek az uton. Azt lesz itt egy jobb kanyar, ott kéne elmennünk, ugye? Ja, hát ez nem egyszerű lejutni. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezután, úgy, tényleg azt kellene, hogy le kéne telephelyeznem valahova. Nem muszáj nekem az én telephelyeznem. Ugye a TS telepen, mert amire kiérek valahova, az baromi hosszú. Úgyhogy valahol én kijelölnék magamnak egy telepet. A MÁV környékén, és akkor azt használnám. És akkor onnét járnék ki a földekre. Az a baj, a nagy földek azok marhára nem a izék TS telep környékén vannak. Ugye a TS telep környékén csak ilyen pici, icipici földek vannak. Ja. Hát, amire kiérek, megőrülök, gyerekek. Itt szépen jobbra, ugye? Még 2019-es mapon is, vagy 2019-es játékban is ugye próbáltuk ezt a mapot, hát megmondom őszintén, nekem ebbe valahogy még mindig jobban bejön. Az is nagyon jó, kicsit módosításokkal ugye, de ez valahogy nagyon bejön. Fú, te gyerekek, ez nagyon messze van, hallod? Ez nagyon nagyon messze van. Neki kell állnom tárcsázni. Megint nem lesz egyszerű, bár ezért elég szögletes az a föld. Remélem, hogy valami lesz azért. Ezzel a nagy IH tárcsával azért gyorsabban fog működni, mint a izékkel. Ugye eddig a picikkel tárcsáztunk. Azokat el is adtuk, azzal nem fogunk vesződni. Hanem akkor inkább majd a kristálhoz kellene még egy IH. Hát igen, ezeket meg kell venni, azt utána akkor már nem lesz rá a pénz. Ugye gondolhatjátok, hogy ha mikor lesz itt 1 milliárd euró, vagy bármennyi is, vagy sok millió, ha egyszer mindig csak ilyen pár ezer eurónk van, hát azért, mert ugye rengeteg, baromi drágák a dolgok. Hát amit itt most, amivel megyek, az 300 ezer euró. Ugye 50 ezer, meg 250 ezer volt a rába. Úgyhogy baromi drága. Amit vettünk gépet, azt szerintem így összeszámolnám. Tényleg csináljunk egy olyat, kíváncsi vagyok, összeszámolom gyorsan, hogy mennyibe kerültek a gépek, amik megvannak nekünk. Mindjárt leérünk, gyerekek. Levágjuk ám itt okosba. Látjátok, itt elvileg itt rá lehet menni a földútra is, nem? Így. Ezt akkor mégse az idején. Mi az? Ó, itt van egy izé, nap, Szotyi föld. Szotyi föld az jó, mert ugyanaz az izé, ugyanaz a vágóasztal. Így Szotyira át kell állítani a gyerekek az egyiket minimum. Ja, Szotyit azt mondtátok, jól adja.
Jó pénz. Frankó, jó. Hát itt lesz mit kultiválni megint. Jó, gyerekek, hát megbolondulok, amire ezzel végzek. De legalább ez nem lejtős ez a föld, mint a másik, ugye? Ennek szép hangja van ennek a rábának. Jó, oké, gyerekek. Ezt körbe kell durrantani, ugye? De most egyelőre ürítési projekt van. Mert tele van, és akkor vihetem is eladni. Hát nem tudom, hogy mire fogunk költeni. Akkor most megint nem kell semmire költenünk, ugye? Hát az 500 ezeres helikopterre kell majd gyűjteni, mint az állat. Ú, ez a föld tele lesz repcével, az marha jó lesz. A repcét azt nem én, le tudom adni a MÁV-nál, ugye? Kukoricával befűröttünk, ugye, azt hordhatom az Isten háta mögé. Ez nem fog beleférni, a kettő, de... Hát, hogy megosztoznak egy kicsit. Hagyunk egy... Mondjuk egy... 75%-nál átmegyünk a másikra. Úgy menjünk. Mind a kettőből ürítettünk 50%-ot, amire visszaérek arra, ugye? Ó, te fiú! Most ne haragudjátok meg, de most... most nem tudom, én ma nem tudom még visszanézni. De most én neki mentem ennek a csőnek. Ez valahogy nem jól van megoldva, nem? Akkor is neki mész, amikor tök nem mész neki. Hogy én mondtam béna. Jó van, tudom, hogy itt vagy haver. Ott az oszlopnál belekeverednek majd, mi? Ja nem! Ott már vége, bőven levágták, jó. Na azt jó kiszámoltuk, figyelj de. Ez meg körülbelül 100%-on lehet. 96-tól, jó van, nem baj. Simán visszaérek. Jézus. Belül is villog, gyerekek. Mi izeink van, üvegtetőnk biztos. Okos üveg. Van a kocsikon ilyen okos üveg, bazzai, az se gyenge. Hogy... Ugye úgy sötétedik, ahogy éppen szükséged van rá, ugye, hogyha nagyon nap van, akkor ugye tök elsötétedik, mondjuk éjszaka, meg tök átlátszó lesz. Nagyon frankó, meg szerintem azt ugye, sérülünk. Sérül, megint 1%. Ez a föld, jaj, megint sérültünk. Ez a földes út nem tesz neki jót ennek az ifának, ebben a izébe megyünk, basszus. Várja. Jobb lehet volna, a földön megyünk. Nem baj, megjavítjuk, gyerekek. Annyira nem volt magas a javítási költség, de mégis azért az ember arra figyel, hogy ne mindenen átgázoljon. Vagyis ne egymásnak csatkodja a gépeket. Oké, gyerekek, frankok vagyunk. Hol van itt a izé? Oh, nem hiányzik a motor innen, hallod? Itt, te! Ez, ennek az ifának a belseje furán van megoldva. Hol az motor? Itt elvileg ez egy magasabb platformnak kéne lenni itt. Majd világosban megnézzük jobban, de... De most nem azért, de... Ott kell lenni. Emlékszem, amikor szoktunk izéni menni a Zalahúsosi fával haverra, akkor izé volt. Akkor azon üldögélt egyikünk. Itt van azt hiszem jobb oldalt lenne a kézifék. Ezt emlékszem, egyszer beakadt a táskámnak a füle. Föl akartam venni, ezt majdnem berántottam így 80-nál. Jaj, milyen hang szokott lenni benne, testvérem? Mint az Zalahúsosi fába. Majdnem kiszakadt a dobhártyát, majdnem megbolondultál. Azt a gumit egy kicsit suroltuk. Le is... Jaj! Ennyi nem számít, gyerekek, jó van. Egyébként itt azért megoldották, hallott, hogy éppen, hogy beférjé. Majdnem szopacs. Oké. Mennyit ad egy ilyen adagér? Hát ugye egyre olcsóbb sajnos, mivel már annyit idehordtunk, hogy az hihetetlen. Hát a kukorica szerintem az olyan szinten szarul van. 1300 annyira nem. A repce az megy fölfele, nagyon jó. És hogyha a repcét most megcsinálná azt, majd ugye amikor learadtuk, hogy másfélszeres ár, vagy 1,25-szeres ár, akkor szarrá keresnék magunkat. Neked hogy a kukorica nem megy lefele. Már eladjuk a világ kukoricáját, azt még mindig nem megy lefele. Innen kijönni azért megint egy álom.
Annyira nem veszélyes, jó van. Különben féltem ettől. Kettő portkocsival sokkal nehezebb kijönni, mint izével. Jó, 80%, most mennem kell izéért megint. Le kell ürítenem azokat a kombájnokat, megtelenek, de végre bazza izé lesz. Végre nappal lesz, mert ma utálom az éjszakát. De ugye ha már ezt a challenge-et így magunknak megszoktuk, akkor legyen. Meg kell nézni, Szotyi még hol van, gyerekek. Az is egy jó üzlet lenne. Szotyoládé. Ja, és igen, csúszik az egy bal hátsó kerekük csúszik bevarálva, nem tudom. Miért? Ha, volat, figyeljetek. Nem fogok lassítani. Pont fel fog jönni a sorompó. Megy, 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 megy. Bazze, nem. Kösz. Ide rak egy blokkot. Jaj, ide rak egy ilyen láthatatlan blokkot, amikor izé csinálsz. Amikor nem van a sorompó, hogy ne tudjál rávenni. Csak nem a sorompó, hanem 2 méterre elé. Kösz. Megint sérültünk. Gyerekek, mi a szituáció? 90%. A rába nem nagyon van kinyírva rendesen, vagyis az IH. Oda nézzetek, gyerekek, hát ezt marha gyorsan lefizetjük, nyaktuk, nem? Azért tudunk valamit, hallod? Jó, az elsőt is leürítem hamar. Baromira óvatosan kell megközelíteni. Oké. Az elsőt is daráljuk. Mert akkor jöhet a következő. Hát egy ilyen fúval egy 30 ezeret ad minimum. Ez nem olyan rossz szám, srácok. Főleg képzeljétek el izéből, majd repcéből mit fog adni, hallod? Főleg, hogyha a másfélszeres sárba. Ez egy mondjuk egy 3000 liter, vagy 1000 liter. Mert az nem lesz rossz. Egy 3000, 3500, 4000 is lehet. Hogyha szerencsés esetben. Azért nem érdemes ugye eladnunk. Úrja, össze-vissza beszélek, mi? Csak gondolkozok folyamatosan, és nem fáj. Hát ott van egy villanyoszlop, azt akartam mondani, ki kéne vágni azt a fát. De a villanyoszlopot valószínűleg nem nagyon engedné. Oké, akkor következő a fönnforgás. Ez még mindig nem éred be teljesen, úgyhogy teljesen fölösleges lenne neki indítanom, mert ugye ott vannak olyan foltok. Akkor gyerekek, nincs más hátra, mint előre. Adjál neki, Sanyi. Bír. Ezt akartam mondani, nagy valószínűséggel elég jól el fogja vinni. Tökéletes. És ennek a tárcsa levelei legalább jó fele forognak, ugye? Írtátok ezelőtt a kicsi tárcsánál fordulva forogtak, nem is figyeltem, de én hiszek nektek, néha furán oldják meg a dolgokat. Na hát ez jó szélesed visz. Ezzel megint azt kell csinálni, ugye? Hogy körbe nyesni, és akkor oda-vissza megküldeni. Szerintem ezen a területen nagyon szépen le fogja kultiválni az egészet. Lehet, hogy azt csinálom, hogy... Várjatok, lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy a két végét nem, hanem itt még egyszer vissza, meg a másik oldalon is, és akkor keresztbe oda-vissza megküldeni. Csak azért kellene itt, hogy elég nagy hely legyen, fordulnia, mert különben rá fog menni a sír, ezt el fogja vinni a vonat a francba. Mondjuk, ha hosszába küldöm, akkor lehet, hogy biztonságosabb, nem? Ha hosszába küldeni, lehet biztonságosabb lenne. Ilyen sajnos egyszer körbe kell minimum húzni. Hát ja, egyszer körbe húzom azt, akkor jó lesz, gyerekek. Egyszer körbe húzzuk azt, akkor már mehet is. Mert akkor úgy küldöm meg, hogy a vonat sírra ne menjen rá, azt jó van. Szerintem úgy jó lesz ez a projekt, a keeper zsebe tele lesz. Na, alig van izé, alig van kukorica. Jó, hogy ráeszméltem, hogy azért nem ártanak izélni is, tárcsázni is. Szántani nem szántunk, gyerekek, ekkora főreket nincs az az Isten, hogy én azt felszántsam. Itt egy kicsit csalunk. Úgyne. Azon a zsák repcén nem fog múlni. Hatékonyságra törekedünk.
És az idő az pénz. És mindjárt neki áll hullani a hó, hallod? Vagy mi ez? Valami esik. De ugye ezen tudok tárcsázni, tudok, csak aratni nem lehet hóesésbe. Valamint, hogyha esed volna, de szerintem, vagy nem, mi ez? Valamik röpködnek, de szerintem ilyen pernye. Különböző virágmaguk, pollének, meg ilyesmi. Ugye egyébként azt tudjátok, nem tudom, most azt hadd meséljek meg erről. Hogy a rábának nincsen TLT-je? Azt vágjátok? Hogy a rábos telgának, képzeljétek, nincs izé, nincsen kardán kihajtása. Vagy gardán, vagy kardány, ahogy szeretnétek, ugye ejtitek. De nincsen kihajtása, nincs TLT, ugye. Teljesítmény leadó tengely, rábának nincs. Marha érdekes, mert hidrolika meg minden van rajt. A TLT az nuku. Úgyhogy igazából olyan eszközöket lehet rácsatolni, amire nincsen szüksége TLT-re. Tehát nem kell, hogy meghajtsad bármivel is. Mert különben nem tudod. Nem fog működni, azért inkább ugye olyan eszközöket szoktak utána csapni, például mi ez? Tárcsákat, nagyobb ekéket, úgyhogy ilyen talajmegmunkálásra használják, de például olyat nem lehet vele csinálni, hogy nem is tudom, mit mondjak. Olyan vetőgép, amelyikhez kell TLT, vagy különböző más olyan munkaeszköz. Egyébként nem is tudom, a megnevezése, azt hiszem a Rábastegelnek pontosan nagy vonóerejű traktor? Ja, nincsen ott izé gyerekek. Nincsen kordán. De egyébként van egy csomó más meghajtás az ilyen munkaeszközöknél, amit ugye tud alkalmazni. Például van olyan vannak olyan pótkocsik például, ugye aminek a lerakodó mechanizmusa, az egy hidromotorral van megoldva. Tehát a gyakorlatilag nem kell hozzá lehajtás, hanem magát a hidrolika rendszert tudja használni. Vagy pedig ugye mondjuk kerékről meghajtott, régebben szokták használni, de még lehet, hogy most is. Ugye maga azt hajtja meg a kereke, vagy a rendszert, hogy ahogy húzza, nem is tudom mit, legegyszerűbb ilyen kerékről meghajtott dolog talán a rendsodró. Ezt ugye mindenki ismeri, gondolom mindenki látta. Ott például a kerékről van meg lehajtva az egész rendszer is. Annak köszönhetően forog, ahogy éppen húzzák, ugye. Úgyhogy mindenféle traktor tudja működtetni. Hopp, ott valami fönnforgás van? Nem jó. Hú, gyerekek, ez aztán nem lesz rövid, hallod? Ezt körbe durrantani. Még szerencsé, hogy nem végig izé nekem kell megmunkálni, mert akkor azért kipör lehet, hogy beszarna. 71% és 66%, hát szerintem még egyszer bele fog férni, mármint még egy pótkocsi lesz maximum. Akkor ugye 32 000, hát akkor egy 100 000-et fogunk kitermelni ebből. Összesen, ebből a földből. Azzal meg is lesz akkor a kombányváltás pénze. Kombányváltás pénz, úristen! Milyen izéket használok én, hallod? Egyébként ezek az oszlopok nem lennének benne, én annyira boldog lennék. Hát jó van. Úgy itt is van egy föld, ez se kicsi. Ez micsoda? Búza. Búza ez, gyerekek, búza. Tök jó felismerhető, szeretem. Legelőször, amikor izé volt, amikor kérdeztem a fatert még kisgyerekkoromban, hogy ez mi, fater? Azt mondta, hogy ez Triticale. Mondom, kié? Triticale? Az itt nem a Szabó Zolié. Ez jó, így megmaradt bennem. Ez mindig, amikor a Triticale jut eszembe, az akkor mindig eszembe jut, hogy Triticale kié? Azért most te kapna minket az a vonat, ez csúnya világ dolgokat tudna művelni, mi? Tényleg, állítsuk meg a vonatot. Kell egy ilyen jaj, már tudom is, mit fogunk csinálni. Állítsuk meg a vonatot. Új lakon. Itt aztán nem lehet beleülni, hallod? Nem lehet rükközni. Itt jój. Állítsuk meg a vonatot új lakon. Nem is hülyeség. Nem is hülyeség. Állítsuk meg a vonatot új lakon.
ötlet. Így születnek a csodálatos ötletek, a nagy hülyeségek. 90% egyébként, és pont körbeérek. Jaj, de jó, már lassan, már nem sok köl, nem sok köl. Hát itt egy kicsit be fog akarni. Egyébként ezt össze tudnám szántani. Ja nem, itt egy rohadt oszlop. Ó, hogy... 94% el kell... Ja, hát addig el akarok érni ma. Akkor egyszer körbehúztam. Jaj, de jó. Jó, egyszer körbe van húzva, szerintem bőven fog annyit fordulni. Hogy jó legyen. Jaj, de jó néz ki ez, hallod? És köszönöm, ezt marha jól néz ki. Na, ráfeledkezek, mint valami szép csajra, mi? Hol vannak a kombájnak ott? Már baromi kevés van, jaj de jó, jaj de jó. Na, az már 100%-on van. Az első, jó, mindegy, a hátsóhoz megyek. Én nem gondoltam volna, ilyen gyorsan le fogjuk ezt aratni. Viszonylag gyorsan. Egész jó ment. Egész kellemesen ment. Hát ez még egy pótkocsiba bőven belefér. Ebbe már nem, ugye? Ez majdnem meg fog telleni ezzel. Következőben már bele fog telleni. Vagy bele fog férni. Bele fog férni? Bele fog telleni? Ja. Kipen. Beszélsz hülyeségeket. Menjünk már, menjünk már. Valami legyen. Na. Szép ívesen. Úgy. Ne lökjük föl. Jó. Sőt, szerintem még el sem fogom vinni, most megpróbálom beállítani ezét. Megpróbálom beállítani ezt a kultit. Az a baj, ott is benne egy oszlop, ott is benne egy oszlop. Itt a szélébe kéne kezdeni, ezen a szélén, ott. Az olyan egyenesnek tűnik. Megpróbáljuk ott kezdeni. Na, csak ezzel odébb kell járnom, mert sose fognak elindulni, mert megáll az is. Pillanat, gyerekek. Mehetünk. Jó, hát én fogok várni még egy kört, mert én nem fogom most 70%-on elvinni. Annyi a szituáció, hogy akkor ezt átviszem a másik oldalra. És akkor megindítjuk azon az oldalon. Ott nem is nagyon van benne semmi kacat. Azt akkor hadd menjen. Ameddig el fog érni, idáig, addig meg bőven learatjuk az egészet. Tehát ennyi az egész, már csak egy ilyen pici tábla. Ó, nagyon jó. Itt valószínű össze fognak gabajodni a kombájnok. Ezen a sarkon ugye, amikor jön szembe, meg akkor erre megy. Biztos, hogy össze fognak, arra figyelni kell. Mert elkezdik ezt a hülyeséget. Na, az az éle, szerintem ez hót egyenes. Megfigyelitek? Az baromi egyenes, úgyhogy azon az élén kell kezdeni. És majd a izét is, a vetést is azon az élén, és oda-vissza, hát amire végigér ezen, szegény melós, addig megőrül, de nem baj. És úgy kellene kezdenem, hogy rálógatva. Hogy nehogy kihagyjon. De mondjuk, ha kihagy, az se baj. Hát az a baj, ugye itt, Farming Simulator 15-ben nem követi a földnek a... Nincs ilyen észak-déli irány, meg akármicsodát nem követ, hanem amerre megindítod, arra megy. Úgyhogy baromira... Hát ez nem pont egyenes, baze. Ez nem pont egyenes. Úgyhogy ezt valahogy majd ki kéne okkumulálni, hogy... Ki kéne okkumulálni, hogy... Hogyan kéne ezt megindítanunk? Várja, majd mindjárt. Inkább akkor hagyjon el egy pici csikot. Mint hogy ne... Ó, te hallod, ez nagyon hosszú. Jó, hát próbáljuk meg. Megnézzük, hol... Várja, nem jó, szerintem nem jó. Kicsit még jobbra. Hallod, van valami célkereszt? Az lenne jó. Na, hát ez mondjuk lehet is célozni, te. Jó. Adjál neki. Hát körülbelül szerintem, ugye? Hát ott maradt egy kis csik, az egyáltalán nem baj. Azt majd le tudjuk manuálba egyszer húzni. De az a lényeg, hogy érjen át a túlsó sarokra. Jó. Hát ez tök frankó. Na. Jó. Ez most jó. Ez most jó. Oké. Okay. Hogy állnak a kombájnak? 24%. Jó, megtöltöm, vagy leürítem, és akkor már egybe bele fog férni. Viszont meg kell nézni, hova ér ki a rába, nehogy szar helyre menjen. De hogyha nem szar helyre megy, akkor ezt így végig fogja darálni az egészet. De ez jó, ez a föld. Ez a másik, az kaki ehhez képest. Jó lenne, hogyha hóesés előtt egyébként le tudnánk aratni. Na, itt mondtam, hogy ezek összeakadnak.
Na vissza is akadtak, úgyhogy pont jókor jövök, figyeld. Ja, most ezek bebolondulnak itt, nem nagyon találják ám a helyüket. Nem baj, ugye az nem fog elférni. Szembe akar jönni. Így kicsit odébb kell majd raknom, hát most vége van. Most feladta nekik a leckét az a szituáció. Ez kiürült? Jó. Kiveszem azt, kiürítem, addig meg tud fordulni ez a szerencsétlen, azt jó lesz. Egyébként itt kell figyelni, mert itt van egy itt van egy mély sár. Úgyhogy ide belemegy valami, akkor izé lesz vontatgatás, meg lökötgetés. Azt hiszem itt van valami mély sár. Na. Na, másikat kiveszem, ezt. Ez meg tud fordulni. Addig kiürítem, elmegy, távolabb. Ezt akkor úgy jó lesz nekünk. A testvérem, úgy. De sarkára ide beleengeded. Jaj. Haver, te ne esetleg... Mi a szar? Nehogy már ne induljál el. mi a bajod? Hallod ez? És még benn volt az autótraktor, és gondolkozott, nézett minket, hogy mit csinálunk, vagy nem tudom mit. Mi volt a cél? Mire gondolt a művész? Na végre. Oké, te is mehetsz. Menj utána szépen. Ezt itt lehet, hogy le kéne csatnom manuálba, mert az a baj, itt a sarkon mindig be fognak ezek itt keveredni. Csinálok egy olyat, hogy ezeket, ezt itt oda-vissza levágom, hogy ne legyen ilyen sarkos, tudod. Ne legyen ilyen hegyes szög. Ez a kombány nem szabad tolatni, inkább nagyobb ívbe fordulni, mert 5 gyökkettőbe megy. Hátrafele. Na látod, és akkor így nem lesz bele gond talán annyira. Még egy kör, azt akkor nekiindítom. Így talán annyira nem lesz vele probléma, meg jó távol is kerültek egymáshoz képest. Szuper. Így most már talán jobban elfordulnak. Mehetsz, barátom. Oké, és ezek már férjen bele, hallod? Férjen bele puttonyba, ez meg 88%, elvisszük. Hó, hallja, rábára nem néztünk rá, gyerekek! Azt a betyár, jön is vissza, jó, oké. Hát elég fasz... szarul, hallod? Nézd már meg, mit művel. Fele szélességet elcseszi. Pedig nincs bekapcsolva autótraktor, elmondom nektek, normálba. Jó van, ott rohadjál meg. Az a lényeg, csinálja. Ez szerintem oké, hát akkor meg fog fordulni frankon, mindent fog jól csinálni. De annyi, hogy egyharmad szélesség elveszi, kétharmadával csinálja. Ott amit elmaradt, azzal meg nincsen semmi gond, gyerekek. Azt meg majd megcsináljuk kézzel, vagy megküldjük majd egyszer meg. Hát odaért ki, sajnos nem jól céloztam. Ez van, nem baj. Jól ránéztem, mi hogy fordul. Hát reméljük, hogy jól fordult. Hát nem merem úgy fordítani, hogy a sinek ember, akkor tudja, hogy kapásból elgázolná a vonat. Jó, ez 88%, ez 30 000-60 000-re fölmegyünk, csodálatos gyerekek. Ja, és meg ne a földúton menjünk, mert szétrázza a csávót. Jó lenne körülnéző, jön a vonat, testvérem. Jaj. Nem néztem körül, de még szerencsém lett volna. Itt is van egy nagy föld. Egyébként ott följebb is van egy nagy kukoricaföld, de itt a izé telep mellett lent. Valahol itt is van egy kukoricaföld, várja. Most rohadt életbe ezekben. Komolyan mondom, megőrül. Ezek a karókat, aki mindenhova elhelyezte ezen a mapon, az törne le a kezem, hát hallod? Hát állandóan ez van, egyébként nem olyan nagy az a kukoricaföld, de... Esküszöm, hallod, ez a legvadittobb dolog ezen a földön, hogy vannak azok egy kis piszkafák, aztán mindig elakad benne az izégép. Nem kell volna elhelyezni, mert igazából az a baj, most rage-elek egyet és nem érdekel, de az a baj, hogy... Értem én, hogy ott van. Van ilyen? Van. De ebben a játékban nem jó a fizika. Tehát az úgy vastag fába elakad be, azzal még a rávas Tiger is. Aztán szarrá törik, amit úgy törtede ki, hogy meg se érezni. És az a baj, hogy nem, azért nem kell volna berakni, mert úgyse reális, nem jól csinálja, nem jól működnek a dolgok. Minek berakni? Az olyan, mint hogyha fűbe elakadna. Egy nagyobb izébe, kóróba. Egy izébe, egy... Mi az? Pitypankba, egy kákicsba elakadna az a rábas Tiger. Akkor elrakjunk oda a pitypangot, ami beelakad, mert nem rá... Te meg menjél már, mert rámegyek a sarkadra. Föl vagyok idegesedve, Mari. Gyere ide, kapsz egy pofot.
Na, itt meg okosban megint, ugye? Tükörtű tükörük, hát itt azt megint úgy ki van számolva, hallod? Ez a géppel ezzel épp hogy beférsz, na. Itt meg izé, hallod? Be kell járni, bazza, a izébe. Pajtába, hogy le tudjak billenteni. Ki van találva? Meg azt a beton izé kuszlikokat odébb vinnék, akkor még jól is érezné magát a keeper, de nem. Na! Jajjaj, már most érzem, hogy nem jó lesz a kitolatás. Mari, menjél, irányítsa, hallod? Irányítsa. Toljam még, vagy ne toljam, vagy mi legyen? Hallod, ez annyira megy már ez a kijövetel, hogy ez borzalom. Na, itt szerintem egyébként már elég lesz az izé. Ez a mennyiség. Basz. Hallod, mire vállalkoztam 1 milliárd eurós kihívás? Keeper, te olyan hülye vagy, komolyan mondom, hogy ilyet nem... Na azt a táblát majdnem megint megakasztottuk be a gépet. Hát a táblák is izéből vannak itt, kriptonitból vagy titánból, hallod? Titánium tábla. Meg... Úgy toljám az a porkocsi ezt a gépet, halljátok, kilincse előre lehetne közlekedni. Hallod, a telep az meg ki van halva, nincs egy darab se, 3 vágóasztal. Semmi nincsen. Az éjjeli őr nincsen, akkor elopják a vágóasztal, elviszik vasba. Tessók, elviszik vasba. Na. Jó van. Nyomjuk neki, mint a süketek exet. Itt bevágtatunk oda. Itt legalább annyira nem sérül a gép, mint az úton alatt itt. Mert izé van. Egyenes ugye. Na. Jaj, megint nem néztem meg a rábas teget, pedig meg akartam, baze. Már hol megy? És komolyan, hol van a rába? Az neki indult, már csinálja, gondolja ránk, nem néznek. Ott megy bazze, olyan visszafele megy már, hallod megint, oda nézzél. Hallod, fordultam egyet, az meg már félföldet megszántsa. Vagyis tartsa azzal. Félföldet megtartsa azzal. Jaj. Hát megnézem, hogy fordul a föld végébe, akkor is most, nem érdekel. És ráfeszülök. Na, oda nézzetek testvéreim. Hallod, ez nagyon adja. Hogy fog megfordulni? Ott bőven van hely. Egyébként ez nagyon marha gyorsan le fogja ezt rántani, gyerekek. Itt egy kicsit bele fog keveredni a dolgokba ott szerintem. Nem találja helyét, de nem lesz itt gond. De hogy a jó van. Zia tárcsát kihasználhatta a testvérem nem csak félig. Jó van, én nem szólok neki, hallod, mert örülök neki, így végzi a munkáját tényleg. Jó, hogy nem megy át oda szembe. Jaj, csak át ne menjen véletlenül. Gondolám egyet, azt megy tovább, azt vége a világnak. Itt feszantsa még a szomszéd telket, és oda nézzenek, olyan satut nyomott, hallod? Győrület. Feszantsa a világot, vezet. Letartsa azzal végig a izét is. Máv telepet is. Na! Úgy, oda nézzenek, egy ívbe, hallod? Így köl. Azért... Na, most tolat egyet, figyelj, de nem. Nem gyerekek, hallod? Ez egyszerűen fenomenális a csávó. Na, annyira érzi a gépet. Annyira érzi a gépet, tartsa fel, itt használja csak. Egyébként nem fel itt, hanem kétharmadát, de jó van. Ez figyeljetek, én boldog vagyok attól, hogy ez így működik. Marhára különben. Na itt mi a szitu, gyerekek? Szépen dolgoztak? Jó van. Jó van akkor. Hát tényleg, nagyon, egyébként jó volt. A izét le kéne hozni egyébként a krisztált betővel, nem gondoljátok? Krisztált betővel, hallod? Hozzuk már le. Na, hogy köl ezt? Csukjuk össze? Úgy? Jaj, de jó, hogy a másik oldalon, bazze. Csukjuk össze, vigyük le a krisztált vetőt, hallod? Vetővel. Na most csukd össze, testvérem. Úgy, aztán akkor oda ráfogunk, azt akkor nem a fél izét hektár földön keresztül húzzuk. Krisztált vetővel mehet utána, nem gyerekek? Csodálatos módon. Ja, ide rá kellett volna nézni, hogy mi a helyzet, jó? Ja, gyerekek, ja. Na, krisztált vetővel mehet. Ó, krisztál. Na. Szituáció következő, okosba megyünk. De jó tuskó, ki nem tuskózott ki itt, hallod? Ne hallod, mi a szar van? Hol van a tuskó? Tesküszöm, nem látom. És ez komolyan, hol van itt tuskó? Ott van, bazze, pont alatta, jó van. Áthúzta rajta a hülye kiper, jó. Már nem tudom jobban elizénik. Elcseszni a pénzemet, mi? Na figyeljetek, ezt elhúzom egy darabig, most nem fogom lehúzni. Jaj, ne, nézd oda! Megint ott van a izé, pálcika. Hurka pálcikákkal izé van megtűzve az egész. Komolyan mondom, egyszer végig sétálok, azt minden együtt kivágom meg a szemét annak, aki ezt lerakta. Hallod? Nem tudom, ismeri valaki azt a modellt, az... Modert, az nem modell. Modellt nem kell lecseszni, csak modereket. Az izé, az... Csapja ki a szemét az utcán.
Mondjad meg neki, a Skipper üzeni, hogy azokat a pálcákat, hurkapálcákat nem kellett volna oda rakni, fehér botokat, ilyen vakvezető fehér botok mindenfele le vannak szurkálva. Hallod? Szemét bökném ki. Na, merre megyünk? Jó van, jó fele megyek, ugye? Vágom én itt a dolgokat. Jó van, kivegyünk a Pista bácsi, ide tette ki a rizét. Gázot. Kitette a gázot oda. Na. Figyeljetek, útba vagyok. Menjünk. Hát ezek a traktorok egyébként, egy gyorsabb traktort, az ott van lenne a tuska, a gyerekek. Dobd föl, hallod, dobd be kapibba. Jó van, ezt eddig elhoztuk, majd megyünk le, legalább nem felejti Keeper. Oda nézzél, hallod? Csodálatos módon fordul. Hát azért, azért itt van technika. Ez a traktorba született a csávod, de várjál. Van baj. Hát megint itt, ó. Ki van minden számolva 100%-ig, de mindjárt esik a hóérzem. Na, mi a szitu? 100%, 95%, szépen, ez már bele kell férni ebbe a izébe. Jó, egyébként rába annyira meg vagyok elégedve, hogy most ez nagyon, de egyébként akkor köd lett, nem látom mi van. Ja, ott jön. Ho, ködben van vízbe. Jó van, gyerekek, csodálatos. Egyébként akkor következő részben szerintem befejezzük ezt a záratást. Azt utána, akkor lehet, hogy akkor le kéne hozni ugyanúgy a kristált, akkor ugyanígy vetné, nem? Szépen menne ez után, ketten megcsinálnak ezt a földet. Hallod? Most már azért kezdünk belejönni, mennyit szenvedtünk a legelső földre. Ez a föld, ez meg érzem, hogy ez egy izé lesz, ez egy... Ahhoz képest szanatórium. De az első volt az ilyen idegőrlő. Majdnem megbalondultam. Na most mi van? Miért nem mozdul meg ez a... Mi van? Mi történik? Hallod? Hallod, ez mi történt? Álljál meg. Hallod? Mi a szar van? Miért pörög a pénzem veszettül? Állj! Mi van? Nem tudok kiszárni ebből a szarból. Mi van? Mi történt? Az hova megy? Hallod? Mi történt? Lang van, gyerekek? Nem tudom kilépni, hallod? Ne vicceljetek, figyelj, ne! Oda nézd, megy a kombány, és nem tudok kilépni, és nem tudok tabolni semmit, ilyet még nem láttam. Na jó van, elbúcsúzok gyerekek, borzalomban, mi történhetett? Na, Max, visszatöltöm az állást, azt ugyan innen folytattuk. Csácsó, mi csöltészta?